A koronavírus járvány miatt ugyan nem a hagyományos módon, de mégis várják az öreghegyieket és a városban élőket augusztus 19-én ide a Bori térre. A belvárosból már ismert művészkorzó érkezik az Öreghegyre bővített formában. Délután 4-től este 7-ig gyermekfoglalkozások, tánc és operett és kenyérszentelés is várja majd a kilátogatókat. Igyekszünk a hagyományokat követni, ezért például a kenyéráldás és boráldás is megtartásra kerül, és egy kis, szolidabb kísérőműsorral szeretnénk kedveskedni az öreghegyieknek. Operett lesz, régi zene lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni. Az eseményen a Noé-hegyi Szent István borrend is tiszteletét teszi, és néhány megyei borlovagrend is érkezik majd. Csak a megyei borrendeket hívtuk meg, ugye összesen körülbelül egy órás program lesz, ami a borlovagavatást, a díjátadásokat, Öreghegy bor és az évbora díjátadás lesz. De lesz egy kiállítás és egy koncert. A járványügyi helyzet miatt az Aranybulla művészeti napok is csökkentett verzióban zajlik idén az Öreghegyi Közösségi Házban. Augusztus 28-án a Székesfehérvári Művészek Társasága este 6-kor egy rendhagyó kiállításra várja az érdeklődőket, Karantén After címmel. Olyan műveket fognak bemutatni a társaságba tartozó művészek, amiket a karantén ideje alatt készítettek. Körülbelül 30 művésznek a munkái lesznek bemutatva. Kis László fotográfus, fotóművész ennek a kiállításnak a kurátora. Rögtön másnap, augusztus 29-én pedig szintén a művészeti napok keretében Zsigmond Lalla táborában tanuló diákok mutatkoznak majd be este 7-től. A programokra a belépés ingyenes.